Annyi minden bennem van, hogy egyszerűen 8-7 dolog jár bennem. Ez a világunk közepe. Ez a saját magunk tengere. Jól mondom? Igen. És a hack, ismered a hackeket? A tengeri hal. Országban hozzánk valók? Igen, és kajában. Én mellettél a hackeket, az nincs a Balatonban, azt tudom. Nem, csak de kár. Nem csak meg feje is van igazából. Ehhez képest ugyanaz, mint a delfinek. Azt hitték, hogy hülye vagyok, és be vagyok lőve, és kokóval a és nem, azt hitték, hogy hülye vagyok, de nem. Mert az emberek sose fogták fel az édes delfinek a világ csodái. A lányomnak a lánya egyébként, a Mia, olyan abnormális, mint én, annak idején, hogy voltam. A lányod lánya az az unokád, nem? Igen. Egyébként udvarolt nagyon régen, és olyan állhatatos fasas. Tényleg el kellett de mondjam. De neked udvarolt a kozó? Igen, de sosem te válaszoltam neki. Jó, csaj, jó. Hát remélem, hogy emlékszik rá. Csaj, de hogy... Minden SMS-e megvan, és soha nem méltattam válaszra, bocsáss meg, nem így ezután. El kellett jönni, látod, a falikék világában végre bocsánatot kértem. De mi nem tetszett neked a kozóban? A tincs? Ne. Három igazság, mai vendége Kozsó, üdvözlünk sok-sok szeretettel. Tomi jön a szabályokkal. Itt ez a három boríték, ebben vannak a témakörök, amiket mindenképpen átbeszélünk. Te döntheted el, hogy milyen sorrendben haladjunk majd. 7 perced lesz a megválaszolására. Nagyjából. Főbeszédű vagy, de elég lesz. De itt a végén a te igazságod, de azt csak akkor bontjuk ki, ha ezeken túljöttél. Melyik szín? Én megizgatott vagyok attól is. Mi is? Mi piros tüzes verzió, jó piros. Nos, tüzessel kezdjük. A Laci kérdése, vagy témaköre van ebben. Na, azt mondja, hogy mi az igazság? Szerinted mit okozott az életedbe a két agyvérzés? Ez egy új élet. Új ez élet. Egy óriás nagy mákon volt, mert én hatalmas, abnormális életem volt, hiszen ettől pörgősebben szakmában nem sokan csináltak ilyet, mint én. Azért, ha belegondolsz, tényleg 27 zenekar. Ez nem csak egy 27 zenekar. És ebből gondolod, hogy még a botrány ki se derült? Tehát, ha belegondolsz, azért, amit tudnak az emberek, tudnak egy Shy Guys-ról, tudnak egy Bestiákról, tudnak egy Picasso-ról, tudnak egy Zambó Jimmy-t, még azt se tudják mindent, miközben én mentem előttem, nyilatkoztam, amikor bementem helyette az életéről és a lelkéről az Istennek, és ott bent a templomba. A csúcson egyszerre mennyi volt? Hát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Egyszerre menedzseltél 7. Nem menedzser, sose voltam menedzser, producer voltam. Producer. Voltak menedzsereim, aha, akik úgy voltak, hogy az ő zseniális munkája, vagy tudtak dolgozni, de én voltam az, amiben mindent próbáltam úgy kitalálni, hogy ők tetszen nekik, hogy ők szívesen dolgozzanak. Szóval ez egy másik szakmai történet. Tehát egyszerre volt 7 együttes, aminek a producere voltál, de ezt hogy kell elképzelni? Te találtad ki zeneileg, színpadképileg, hangulatában, és aztán kiadtad azoknak, mondjuk hívjuk menedzsereknek, akik vitték az adott bandát? Hát persze, természetesen, hogy voltak olyan ötleteim, akik azt mondták, hogy tetszett, vagy nem tetszik, üt, vagy nem üt. Aha. Én a mai napig hiszek az ilyen dolgokban egyébként, és amikor leültem velük, nagyon szívesen voltam órákat, napokat, éveket, tényleg kőkeményen mire kitaláltunk olyan dolgokat, hogy például föltettük az első fiúcsapatokat, az első lánycsapatokat, úgy, hogy te még az emberek nem tudták, hogy már 6 hónappal keresztül minden egyes nap tanítottuk őket, öltöztettük őket, próbáltuk megtanítani, próbáltuk megtanítani énekelni, megpróbáltuk táncolni, megpróbáltuk, hogy kell emberként beszélni, mi volt az ő emlékje, mi volt az ő családi élete, mi volt az, amit neki kell lekamúzni, vagy nem kamúzni, az egy nagyon kemény szakmai történet, és te tudod a legjobban. Először az alvajárók, aztán meg az álmokfutókon keresztül te fölnőttél, úgymond, és az ezekből az együttesekből megszerzett tapasztalatokat adaptáltad piaci körülmények közé? Az volt az esélyem, meg a lehetőségem az életemben, amikor az alvajárókat megcsináltuk a pásztor Laci bácsékkal és a Pistikémmel, és a Jós Pisti, és az egész csapat, a brutál föl se fogom. Tényleg olyan emberekkel dolgoztam együtt, mint a Jakab Gyuri, a világ legjobb zongoristától, zeneszerzőtől kezdve, a félisten kategória, és az ő fia volt az, akivel nagyon szívesen dolgoztam, pontosan az alapjárak után az álmokfutókkal. És még annak előtt úgy írtam dalokat, amikor rettenetesen szomorú történetek voltak az életünkben. Annak idején az Eddával való gitáros játszal, akiben volt a balesete pont abban a stúdióban, pont amikor ő tőlünk az egy pár kilométerrel volt az ő, tudod, még ezek a történetek igen voltak. Kemény dolog volt így az életünkben, miközben szöveget írtam, és megcsináltam a Jimmy-nek azokat a szöveget, és azok zenéket a stúdióban dolgoztam. Tehát ilyen lila köd volt az egész életünk. Tehát így neki kellett, hogy mindig nyugodtak legyenek, mert mindig abnormálisak voltunk mindig, és ezt szerintem te is tudod. Másképp nem működik. Tehát szerintem vagy 88 óra, 300 sebességgel működő sebességláz, ha nem, akkor nem létezik, mert a szakma úgy el vagyok.
Nem, hát ugye? Mindig is hatalmas energiával toltad, tehát hogy az én emlékeim is akár a te zenekari karrieredről, akár az általad producerált zenekaroknak a működéséről az az, hogy te egyfolytában így élsz. Persze, és ez akkor egyszer csak megállítottad. Enni és inni sem semmit, mert attól pörögtem, hogy egész életem azt kellett volna megtudni saját magamnak végre, hogy aludjak már legalább 4 órát, de annyira tetszik, hogy én nem érdekel a 4 óra sem, vagy a 3 óra sem, nekem kellett megtanulnom magamban. Na mindegy, sokat beszélek. És akkor egyszer csak az első agyvérzés az azt mondta, hogy állj. Képzeld el, hogy amikor végre elindult egy hatalmas nagy karrier Amerikában, hiszen a Time Warner-ra keresztül dolgoztam majdnem 17 éven keresztül, ami nagyon kemény dolog, szerintem nagyon ritka szakmailag. És rengeteget dolgoztam New Yorkban, Miami-ban, a másik legfontosabb, mint a központjuk a kakaónak, nincs jelentősége. Egy másik hatalmas nagy ilyen stúdió, és egy élmény volt az álmom, csak közben egyébként annyi csapat maradt még mindig mellette, amiben nem a tisztelet és az odafigyelés, és mindaz, amit én számítottam, hogy csak ennyit kértem, annyi mindent adtam nekik, és adtunk nekik, hogy csak annyi legyen, hogy hello. És el sem jutottunk idáig, mert a mai szakma mai napig úgy működik, hogy valaki úgy pörög, csak idézőjelbe teszem ezt a történetet, hogy úgyis róla szól. Felveszed valakit, 3 hónap múlva már ő szólista, már annak a másodpercnek az újabb karriert, hogy most az ő pénze, mert nekem már nem éri meg. Szóval számomra olyan megdöbbentő dolog, és ezáltal én csak stresszeltem, megérkeztem, átjöttem Los Angelesben, és Los Angelesben repülő, még nem fogod azt a 17, majdnem 20 órát, mire átérsz. Mégis egy kicsit furcsa volt, hogy fájt a fejem, és képzeld el, hogy amikor hazaérkeztem, még csináltam egy nagy koncertet pont a hegyek között a télben egyébként, és Bécs után. Azért úgy ébredtem fel, hogy önmagammal próbáltam kommunikálni, és szétdurrant az első agyvérzésem, úgy, hogy nem volt mellettem senki, csak az akkori kedvesem. Ezért beültünk úgy a kocsiba, hogy a mentősek, aki egy világ csodák, tehát komolyan mondom, én gyors mondatot mondok. A koncertben el szoktam mondani az embereknek, hogy fantasztikus jó érzés az, hogy tapsolják meg a mentősöket, mert ezek a csoda emberek, úgy, mint az orvosom, meg a nővérek, a mentősök. Ez egy világcsoda. Komolyan mondom, mert én mindig meghatódok. Ültem a kocsiba, jön egy mentős, és én megköszönöm, mert amit adtak nekem, ez csodán. És visszatérve, mivel nem volt idő, volt annyi, hogy minél korábban érjek oda, Szőlligettől 7 perc alatt Vácra, és ez volt a mákom, mert egy agyvérzés az úgy működik, hogy ha csak 4 órán veszed ezt észre, akkor neked már úgyis késő. Aha. De abban a pár percben odaig tudtunk eljutni. De te értetted meg, hogy most agyvérzésed van? Hát annyira, hogy már nem tudtam kommunikálni, és a kedvesem mondta, hogy fölhívtuk rögtön az orvos, és mondta, hogy Kozsó, el tudod mondani, hogy mi a tea, mi az indián és mi a szamuráj? Jó, ez a világ ez agyvérzés, ez nagyon kemény dolog, tudod. És ez volt olyan, hogy bementem, és nagyon nagy mákom volt, mert egy nap múlva eldurant a másik. Tehát 2 agyvérzésem volt, és akár 3 hét után elmentem koncertezni, mert akkora jó helyen állt meg a vérkeringés, a vér az agyamban, hogy nem ölte meg a beszélgetésemet. Tudod, van egy ilyen központ. Beszélgetőszpont. Igen. És bénulás nem volt ilyen. Semmi. De 2 agyvérzésnek a legkeményebb dózisa. Csak azóta érkezett egy olyan élete, amikor elkezdtem a gyógyszereket kőkeményen nyomni kilóra, tehát tudod, ez csak ennyi, de ez már majdnem 1,5 liter. Szóval nagyon durva volt. Csak fölmentem 130-140-re, és utána én mondta, hogy nagyon furcsa, hogy fájt a fejem. És akkor addig próbáltunk megtalálni egy olyan fantasztikus professzort, a Hudák professzort, aki kitalált egy rágógumit, egy olyan fantasztikus dolgot, hogy az agyamon keresztül, a combomon keresztül beragasztották, mert kaptam, mondta, hogy másik gyilkos verziómat, az pedig az enirizmia. Tehát nem csak 2 agyvérzés volt, 2 enirizmia. Tehát nem is 1, hanem 2. És akkor azt mondták, hogy Kozsó, van 7 órád, de lehet, hogy 7 napod, vagy megcsináljuk újra, elfogadod? El. Aláírtam, mert a kedvesem ott volt mellettem, hogy megér ennyit, hát még tudok beszélni, jól érzem magam, csak fájt a fejem, és kiderült, hogy rossz állapot vagyok. És akkor eldurant a következő, de nem akarok erről, annyira félelmeteset, beszéljünk máshol. Értem, de te magad mondtad magára a kérdésre, mert ugye a 2 agyvérzés után érette, te mondtad azt, és igazándiból ez érdekelne, hogy onnantól egy teljesen más élet következik. Hát de nem. Azt hittem, hogy igen, de nem. Nem így működik. Orvosok nem mondták, hogy be kéne húzni a kéz. De ez az egyetlen történet, a mai napig ugyanezt mondja mindenki, a kedvesem, az egérke, az édesapámék, az édesanyámék ezt csináltak, meg a barátaimik, hogy Kozsó, kérlek, csinálj egy kis relaxet, csak szállj meg magadra azt a pár percet, vagy így áll hozzá egy másik
tehát vagy egy kávét, akkor csak legyél az, amitől ne dobd ki saját magad. De annyi minden bennem van, hogy egyszerűen 8-7 dolog jár bennem. Tehát úgy, hogy beülök a kocsiba, be van ajánlítva a gitára, vagy éppen egy pici zongor, akkor leülök és elkezdek dolgot, vezetés után nem természetesen betartom, de akkor meg ott van egy kis túls történet, és akkor dolgozom meg piros nálunk, akkor kirakítom azokat a történeteket, hogy este a festményt meg tudjam csinálni. De érted, neked akkor nem kedves az életed? Na. Tehát hogy nem tudsz leállni? Én jól érzem. Szerelmes vagy, annyi mindenki. Mámorban élek, életed. Mámorban élek. Hát ha más nem, akkor Egérke miatt Ágica a szerelmed. Persze, komoly terveitek vannak, tehát ő sem sarkal erre? De ő minden moda figyel. Ő benne van annyi nyugalom, hogy ő majd próbál nekem adni olyan szeretet és olyan szerelmet, igen, és olyan mámort, és olyan érzéseket, hogy tényleg ennélkül nem is, én már belehaltam volna. Mindegy, beszéljünk másról, csak így annyira bennem volt, mondom, hogy szívesen elmondom, mi volt bennem. Na most jó. Sem érzem. Sárga vagy zöld, hogy beszéljünk másról, mert te döntöd el. De nem, bármiről, csak mondod, tehát én szívesen beszéltem, hogy nem tudom, hogy szóltad, hogy én a... Sárga. Sárga. Aggódunk érted, azért próbáltuk már a sarkalni Lacival, Tomival, hogy le kell állni. De nagyjából jól elmondtam, hogy egyébként bennem volt a történetben a... Abszolút, és valójában ez érdekelt, összefoglalom neked egy mondatban, amit megértettem. Túlpörögted magad, bekapták 2 agyvérzést, és azóta tülpörgöd magad, mert nem érdekel, hogy bekapták 2 agyvérzést. Nem. És maga akkor sem éreztem meg kőkeményen. Ilyen az élet, de itt vagyok. És erre kapcsolódik az én igazságom. Kozsó, mi az igazság? Legutóbb azt nyilatkoztat, hogy 6 gyermeket szeretnél a jelenlegi párodtól, Ágicától. Milyen apuka alapanyag leszel majd? Milyennek tartod magad? Kemény vagyok nagyon. Függő vagyok nagyon mindenben. Nem csak a szex, hanem mindenben abnormális. De csak így működik egyébként, mert ez energiaközpont van bennem, és ugyanaz a kedvesem ment, amikor ő is elmegy az a kezdeni a reggelt, hogy ő elmegy a 10-12-20-22-23-24 kilométereket, még mindig nem meg, majd visszajön az edzés után, és utána újra foglalkozik azzal, ami fönn van még a szemüvegszem, most lesz végzős, és mellette csinálj mindazt, ami a koncertek, az emberi életem, az én életem, meg úgy, nagyon kemény, de mindent imádok, úgyhogy én nagyon kidolgoztam magam, mik lesznek a külön verziója a gyerekeim, mik lesznek majd egyébként. Az egyik egy festőművészemes, egy zongorista, a harmadik egy gitár, a negyedikben csak így lehet. De és azt mondja, hogy lehet egy festőművész, egy gitáros, meg egy nem tudom én milyen gyereket összehozni. Tehát én egy hihetetlen érzés, mert a lányomnak, a lánya egyébként, a Mia, olyan abnormális, mint én annak idején, hogy voltam még gyerek. A lányod lánya az unokád, nem? Én, igen, tehát jó nagypapa vagy? Igen. Én szerintem az lennék, de sok időnk nincs. Hát akkor még törpécske volt. Neked még soha semmire nem volt időd, hát maradjunk ennél. Ez az ennél. Egyetlen, igen. Pedig egyébként nagyon sokszor találkoztam úgy, hogy jött a Miácska, és olyan abnormális dizájnokat vett észre a lelkében, mert úgy beszélt, mint én, és egymásról beszélgettünk, hogy most hogy gondolt arra a bálnára, vagy a delfinre, vagy az egérkére, vagy a hangyára, mert a hangy az milyen szerkójában van, és milyen merette a fülének a hangfal, vagy mire gondolt, hogy a cipőjét valaki lenyúlt, vagy kiszúgta, vagy hogy fűzte benne a fül. Úristen, és elmondta, hogy elmész, így kezdte történet. Abnormális, mert csak így működik az anyám, pont ugyanez volt. Tehát egy kicsit örökölte a pörgésedet is, meg az asszociációs képességet. Hány éves az unokád? Most már 9. Hát nem is kicsi. Igen. Az igen. 9 éves unokád van? Igen. Szórakozol vele? Ugye? Ezt még fel kell dolgozni. Én nagypapa vagyok. Számolunk. És, de várja. Van egy 9 éves unokád, és most még jön 6 gyerek. Nekem pedig miért nehéz kegy már? Keményen dolgozom én ezen. Egérke is szeretne. Persze, ő nagyon akar egyébként, ő várta. Ő egyébként nagyon sokszor nem nyitotta meg a lelkét, hogy ő elmondja, hogy akar-e még gyerek. De mondta, annyira sok minden volt a lelkében, annyi mindent csinál az életében, hogy úgy megmaradjon olyan szeretet és szellem, meg tisztesség, hogy úgy egyben. Mióta vagytok együtt? Mennyi ideje? Tavaly? Igen, tavaly. De előtte én 16 évvel ezelőtt, most már 16 és fél évvel ezelőtt találkoztam, hatalmas nagy mámorban, csak éppen ő elment a világ másik részében, másfelé foglalkozik, másfelé élt, és aztán egyszer csak így puty. Ugye, előtte nekem voltak komoly kapcsolatom, és nagyon jó szerelmeim voltak egyébként, de az a lényeg, hogy végre megtaláltam azt, amiben tényleg ennyi után végre nem kell megmagyarázkodni, nem kell azt mondani, hogy mondok egy betűt, mert nagyon sok ember mindig ott tart a történetben, hogy Kozsó, el tudod mondani, vagy nem, hát hogy ne tudtam elmondani. Újra kellett megtanulnom magamnak, mindent úgy működött, mint a gyerekeknek egy fehér lap, föltétel egy egérkét, akkor egy egérkét teszel föl, de ha nem tudtad, akkor hogy tudom, mi is micsoda. Arról beszélünk, hogy az agyvérzések után újra kellett beszélned, és járnod tanulni. És ezért meg kell tanulnom mindent. De várj, még neked újra kellett tanulnod kvázi. Hát a világ egyetlen kategória, heten voltunk az egész világban, hogy újra kellett tanulni úgy beszélni,
hogy próbál elmondani, hogy éhes vagy, futsz, vagy szerelmes. Semmi? Semmit. Az agyamban, az a rész, az anilizmiában volt ez a kóma, és akkor utána, amikor fölébredtem, újra kellett megtanulnom mindent, hogy az első történet úgy kezdődött, hogy megmutatod a három, tehát a kör. De ezt hogy kell elképzelnem? Mondani akartál valamit, a gondolata az teljesen. Hát, ha túlélted, is fölébredtél, mert egyébként sokszor nem ébredtek föl. Nekem sikerült. Uh-huh. És azért, amikor próbáltam, és nagy lelkesen mondták, hogy mondd el, mondd ki! Meg voltam győződve, hogy én már ezt mondtam. Uh-huh. Ja, tehát azt is érezted, hogy mondtad. Hát, benne az agyadba, persze. Aha. Benne az agyadba, de nem. Persze. Na de várjál, és ha hát azt hallom, amit mondok. Te amikor úgy érezted, hogy mondtad, akkor... Igen, de a kommunikáció bent az agyadban még nem beszélgetett, és nem hívott senkit telefonon a következő, hogy elmondja, ezt mondasz, hogy ez a kutya mit ugat, wow. Nem azt, hogy meow. A kettő-két különböző kölni. Szóval óriási dolog, óriási lehetőség. És mennyi ideig tartott ez, amíg újra tanultad? Hát kőkeményen 6 hónapot, és akár hiszetek, akár nem, amikor elmentem Amerikába, ugye az az életem nagyon része volt, még az egész családom, hiszen Észak-Amerikából, Kanadából az indiánok családban, a Blackfoot családtól kezd az egész rendszer, az indián történt, még annak én ez az 1900-as évek elején, ez a részünknek volt, a szívünknek a része volt. És épp ezért úgy döntöttem, hogy a hudákész azt mondták, hogy a műtét után menjek Amerikába, hiszen ez volt az életed része, és perfektű voltam az angolból. Letiltották az angolt, tehát mindent, miközben végig angolul beszéltem, angolul írtam zenéket, angolul beszéltem emberek, tehát mindent. Újra kellett megtanulnom mindent. És azért elmentem, és ahol hiszed, akár nem, április végén ketté tört a gerincem. Tehát a kettő normális beszélgetéket, érted, nincsenek véletlenek, de élek, és az Isten és az angyalok mindig csak pozitívra töltöttek meg. Volt egy hatalmas baleset, egy nagy drogos csávó Amerikában, Atlantában az autópályán, amikor innen is megy 12 sor, meg innen 12 sor, és azt szerintem tudjátok, mert te is voltatok bőven ezen történeten. Félelmetes, és így átjött, és az én kocsimmal együtt lögtek le, és utána föltettük az oldalt, amikor elmondták, hogy baleset volt a Kozsóval, és hogy belehalta vagy nem, de sikerült, abban is túléltem. És úgy, akiket megtanulom ezt is. Jó, hát, hogyha nem tudsz beszélni, akkor legalább tanulj meg járni. Na, hát nem, táncolj, legyünk már emberek. Az angol is visszajött? Képzeld el, hogy hál' Istennek 6 év után jutottam el odáig, hogy megengedték, hogy újra foglalkozzak az angollal. Everything is perfect. Ja, tehát, hogy addig ugye nem engedték, mert a magyar kellett próbáld elmondani magyarul. Aha. Tehát ez nagyon kemény, ezt orvos szinten volt döntés volt, hogy ez, és utána... Gyerekvállalás. Az eredeti kérdés az volt, ugye. Tehát, hogy valójában nekem nagyon szimpatikus ez a vakmerőség, de a férjem 2 évig nyüstölt, hogy legyen egy gyermekünk. Én már nem abban a korban vagyok, nyilván egy nőnél, tehát lehetne még biológiailag, de mégis azt gondoltam, hogy felelőtlenség, hogyan nevelem fel? Az érettségénél már járókerettel érkezem, tehát volt bennem típusodás, sokat szabottam. Nem, Kozsó, ezekkel tényleg számolni kell. Te mondd meg nekem, egy örök bohém gyereklelkű figura vagy, aki tényleg komolyan gondolja ezt a 6 gyereket, vagy egy légből kapott dolog. Nem viccel. Én az előző kedvesemnek is ugyanezt mondtam, hogy én, amikor próbáltam elmondani az embereknek, meg a rajongóimnak, hogy én nem csak egy gyereket akarok, hanem amit adnak, akkor nem 6, lehet, hogy 9. Honnan tudom? Van ilyen kapcsolatom, barátaim vannak, nagyon komoly, zseniális barátaim, akiknek van, aki 6., meg van, akinek 9. 9-en vannak. Úgy, hogy ők nem akartak gyógyszert, nem akartak semmit, ők úgy kapták egymás után. Jó, tehát akkor igazából valójában te nyitott vagy arra, hogy jöjjen gyerek, akármennyi. Sőt, hát jó lenne. Annyira 6, fiatal vagyok, hogy annyi lehet, időm hogy van, még ez rengeteg, de ne hülyeskedj, mert... Ez az, hogy igen, hogy fiatal vagy, persze, de hát azért mégiscsak egy 9 éves gyerek, nagypapája. És előtte fölmentem 2001-ben, szeptember 11-én, mert csajok azért nem mentek, mert most minket csinálták, és még el akarták szívni a cigit. És így jártunk. Ott a lift. Nem, még megvárjuk. És így volt. Érte? És ott voltam New York közepén egy ilyen, és azon is túl lettem. Tehát ez nem véletlen, olyan pozitív aurát kaptam meg, tényleg, hogy ez nagyon kevés embernek sikerült. Jó, egyébként hozzáteszem, valójában semmi nem maradt az agyvérzésből, mert aki ennek meg tudja nézni a jó oldalát, tehát meg tudja élni azt, hogy igaz, elfelejtettem beszélni, de nem ez a lényeg, hanem hogy megtanultam beszélni. Ugye félig üres a pohár, vagy félig tele van a pohár? Ez a nagy különbség. Nem is akár, hogy szó szerint. Meg egyébként nekem nagyon tetszett, amikor veled, bocs, ugye, ezt el akarom, megengeditek. Amikor találkoztam annak idén, pont nem voltunk egy ilyen
MTV-nek voltunk, magyar TV-ben voltunk, veled együtt, akkor találkoztam, nem tudom, 20 éve, vagy 25 éve, és a lányod ugyanannyi idős, mint az enyém, tehát a tiéd is most már 33. Köszönöm szépen, pont annyi, mint a lányom, jó? Szerinted nincsenek véletlenek, és pont veled beszélgettünk, de én voltam az, de nem emlékszed, én ültünk veled, és ott beszéltünk egy másfél órán keresztül, ami itt van benne Budapesten a másik rész az M3-asnak a sarkán, és ott volt a tévének olyan, ahol... Ja, valami tudod, rémlik. A csillag, amikor meg tudsz nyerni a szerencsés történetek, nem tudom, ilyen műtés, ilyen filmek. Igen. Mi volt benne, mi ketten pontosan, így van. Soha többet veled nem beszéltem, miközben imádtam, amilyen hang nem beszéltek, ahogy te, meg a barátod, meg a rádiót, amikor megcsináltátok még a bridge-et, meg az összes rendszert, meg veled ezek a birodalmat, a sebességlázas birodalmat, hát érted? Szóval abnormális, én ezt imádom. Itok ezek szerint? Hát persze, mondom, hogy annyit beszélgettünk, ő elfelejtette egyébként, mert akkor jó, nem jó, de én öreg vagyok, nekem ez én. Én fiatalabb vagy, mint én. Micsoda? Én 62 vagyok. Nem mondod komolyan. De. Na, te. Nem, csak nem mondtad, hogy bocsánat, csak hogy itt most, hogy a lányok szóba, a lányaitok szóba kerültek, akik felnőttnök ma már, hogy mondtad, hogy az unokádra kevés idő van, kevesebb, mint amennyit szeretnél vele eltölteni a lányodra, annak idején volt elég időd? Én nagyon sok mindenben próbáltam megtanítani az ő oldalában, ami létezik az ő szívében és a lelkében, de az volt, hogy 4 évesen elvitték, mert én szakításunk volt, tehát annak idején még, amikor volt házasságom, volt egy feleségem, volt egy édesanyukája, meg én természetesen, és aztán utána már velük nagyon nehéz volt kommunikálni, egészen 14. évesig. Évesen, amikor utána megoldottam és elhoztam a gimibe, és a gimi után elmentek az egyetembe, és a közben abban a pár évben mindig az nagyon kemény beszélgetésem volt a lányommal. Jó napot kívánok, Zsolt Kocsor, a lányom, így kommunikál, nem hogy apa, hanem így kötelező volt a családja, úgy nevítette meg őket, hogy én nekem még azt sem mondták, hogy szia apa. És ilyen kommunikációm volt, mint mondtad, 10 éven keresztül. És aztán utána, amikor odajött hozzám, és ott lakott mellettem, amikor sokszor elfelejtett a lányom már az újságokban, én láttam utána, hogy abnormális, a saját lányom, mert baromi jó kapcsolatom voltak, de az anyjának más kategóriája volt, ami soha nem volt közöm. Tehát én 30 éve azt sem tudtam, hogy néz ki. Bocsánat, akkor 29 éve. Tehát az édesanyjának a nevén, a Mónin néven. És a lányommal viszont szerettem volna újra élni azzal, hiszen évekkel ezelőtt oda jöttek hozzám, és itt laktak velünk együtt, mert abban a városban, abban a faluban vettek egy olyan házat, hogy mellettem lakjanak. Ehhez képest más címek voltak mindenben, amire a lelkem összetört, tehát nem elég, hogy én magamat kellett volna erősítenem, még csak lehetőségem se volt, mert a lányom annyi mindennel foglalkozik, meg könyveket ír, tehát az egész családom ilyen abnormális, csak szóltam. És ez kapta hozzá egyet. De te kerested a kapcsolatot a lányoddal, persze, tehát. Persze, nem is kérdés, de persze, most, imádom. Most abban nyugodjunk meg, hogy most jön 6 gyerek, azok... De miért 6 feste... gondolt? Már többre gondoltam, most végignéztem, az egész szakmát, hogy már 8 éven, 80 évesen, 82 évesen, 84 évesen összepakoltam azt a 6-8 híres emberkének, ami abnormális, még mindig vannak sokan már, van, aki 5-en van a gyerek, de jön egy következő új. Szerintem. Hát, én 83 évesen nemzett gyermeket, de egy évig élvezte a társaságot. Jó, tehát ezen kell. Kozsó, maradjunk a következőnél. Az első 3 után újra meghívlak, és a 3-nál, amikor még 2 üvölt eszeveszetten, a 3. húzogatja a nadrágodat, akkor majd megkérdezem, hogy na, mennyit mi még? Lesz a második időben? Akkor lesz igazi alvajáró? Gyere, Tomi, te jöjjön. Jön az én borítékom, az utolsó a zöld, és az én kérdésem az pedig így szól. Mi az igazság? Miben tartod magad a legjobbnak? Zenésznek, producernek vagy menedzsernek? Sose voltam menedzser. Akkor annak producer nem. Voltam, meg zenész, meg festőművész. Előadó, festőművész. Nekem nem létezik más, hát azért én csak könyveket írtam, festményeket készítettem gyermekkorom óta. Tényleg a világ legnagyobb csodája volt, ez a nagypapa az faszobrász, az édesanyám az festőművész, a nagypapám az egy tervező, mérnök, mérnök. Tőle az egész életében kicsit visszafogottabb volt a történetben, ő legnyúszikább, de imádom a fejét. Tehát, hogy más kategóriát, máskor belehaltunk volna, mert mindenben pörögtünk, mert az anyámék is így, de az a fatár az mindig a nyugodt. Ez otthonról jött akkor ez a dinamika? Csak így lehetett egyébként. Aha. És az édes nagypapáméknak, az édes apámnak az édesapja is,
a világ legnagyobb zseniális dolgokat, az első harmonikát csinálták meg Németországban, az első harmonia történeteket, az első olyan fából készített játékokat, hogy az én nagypapám olyan ötletei voltak, hogy a mai napig, ha belegondolsz, 70 év a világ legjobb dizájnokban, a világ összes nagy cégében a legjobb dizájnokat csináltak. Szóval ilyen mind mámor. Tehát ilyen egy rossz szavam is, mondom, én mámor vagyok, de hát most én azért pörgök mindig, hogy születek, hogy Kozsó, nyugi, bugi. Én szólok, de inkább kérdeznék. Gyönyörű volt a szüleid házassága, tehát álomszerű volt. Igen. A kezdetektől végig együtt voltak, Olgi néni elvesztéséig. Vágytál gyermekként arra, hogy ezt reprodukáld? Tehát, hogy számodra is jusson egy ilyen szép, hosszú párkapcsolat? Tehát, hogy tekintettél rájuk? Az édesanyámékról, vagy maga? Igen, erre a gyönyörű házasságra állítólag csodálatosan éltek. Brután, most is, tehát, hogy az elkükben beszélgetnek így most is. Csodálatos dolog. Én arra vártam, hogy egy olyan kedvesen, mint most az Egérke, az Ágica, hogy olyan nőként, emberként, zseniális, tudású és igazi, mint leendő anyával való lelke, ami benne van, hogy legyen át, adjon nekem egy olyan lehetőséget, hogy újra 100 évet kapok. Nem 5-öt, nem 10-et, nem 20-at, hanem 100-at, mert tudni, nem érzem az időt. Te sem szerintem, most nagyon visszafogod magad egyébként, most te jól odafigyeltél saját magad, de most 3-an vannak a gyerekeitek egyébként? Hogy 3 gyerekem? Igen. Igen, 3. De elég. Hát én mindent tudok. Tehát nekem elég. Mondtam, merre mentél, hol voltatok, melyik országban éltek, mindent tudok. Várjál, Kozsó, 3-nál elvárlak, kíváncsi vagyok, hogy kívánja a kis tested a negyediket. Szóval visszatérve, köszönöm, visszatérve. Remélem, hogy az Ágica mindig mellettem lesz, mert így mondom, komolyan azért tudtam vele beszélni, hogy ő próbálta megtanítani bennem sok olyan dolgot, hogy újra igazi férfiként tudok életni. Azért 5 évet voltam úgy, hogy volt egy olyan kedvesem, aki soha nem volt mellettem, csak egy hónapra eljött, egyszer mondjuk egy pár hónapra, és soha többet nem tekezem, ment vissza külföldre, és ettől a másodpercre közben megint ketté törtem, hogy tanítsam meg saját magam, hogy mit kell mondani erre, hogy kell reagálnom ebben, hogy ébredek úgy, hogyha senki nem nyuszog itt mellettem. Te nem tudsz egyedül lenni, ugye? Ha, persze, én belig halok. Kapcsolatfüggő vagy. Persze. Ja, tehát te nem vagy az a típus, aki úgy magába el van. Nem. Hát kell akkor a igen, közeg, kell a vibrálat. Hát ott van a környékben, mellettem csak méterekkel arrébb, és ő edzik, vagy éppen dolgozom. Igen, jó, de mellettem én el vagyok, tudod, de ha az, hogy nem találom, és akkor majd 3 hét, meg 4 hét, meg 5 hét, miközben azért tudod, jók a baráti kapcsolatom, nagyon abnormálisak vagyunk, mindenhová mindent megcsinálni, hogy pörgünk, hogy legyen pörgünk. Mert én tudom, hogy ez a régi kor, mint az édesapám még csináltam, meg az édesanyám még, abban még ilyen van ez a, ugyanezt mondta nekem Huldá prof, hogy Kozsó, úgy beszélj, mint az édesanyádék, lassabban beszélj, és minden érthető, és minden tökéletes, és mind, na most szerinted én, aki már 600 dolgot akarok elmondani, hogy nekem erre nincs hát az nem időm. Te vagy. Igen, neked egyébként most egy pillanatra komolyra fordítva, hogyha belegondoltok, pont a mostani dinamikádat is nézve, Kozsó, az azért egy szörnyű pillanat lehetett, amikor a csipogódat az élet befogta egy pillanatra, és nem tud kijönni az, ami itt benn van a fejbe, mert jönni akar, mert belőled jönni akar. Tehát azért azt a 6 hónapot nem irigylem. Én, igen, meg én azért most örülök, hogy annyi energiát kaptam az Ágicától, a kicsi egérkétől, bőregér, és mindenféle verziót kitaláltam, hogy az a kemény dolgok lesznek, mert saját könyv mellett saját filmet akarok, és nem csak egy olyat, hogy elmegyek is, mert egy beszélgetéssel volt történet, mi volt az életemből. Ez nagyon izgalmas és nagyon kemény történetek hát vannak, mert ha belegondolsz, filmet, ebben a világban, és szakminak mondom, hogy benne maradt a lelkemben, például a Queen. A Queenből volt egy fantasztikus csapat, de ő már nincs. De az addigi legjobb filmszám a nevemben pont a Queen. Mert utána megcsináltam az Elton John-nak a Style-t is, amit a Different Light, benne volt a lelkemben. Nem jött át. És szerintem te neked is észrevetted, hogyha te láttad, vagy ti is láttátok az Elton John-nak a fantasztikus filmjét, amit forgattak. Nem láttátok ezt a filmet? Én láttam. Neked se átjött? Melyik tetszett jobban? A Queen? Van szó? Igen, igen. Hát nekem a Queen tetszett jobban egyébként. Ez jött át inkább, annak van tüze volt és energia, hogy így... És ugyanazt csinálom. És innentől kezdve nagyon durva lesz, amikor elmondtam, milyen zenekarokkal csináltam, milyen karriereket. Tehát játékfilmet szeretnél, ami a te életedről szól. Én most megjelent. Nagyon keményen dolgozom, most már 8 hónapja dolgozunk, hogy elkészül normálisan egy ilyen történet. De várjál, ezt úgy kell látnom, hogy ez egy játékfilm. Igen, kőkeményen. Kozsó címmel. Hát már jó, izgalmasabb neve van, igen. Értem, de... Mint például az első mesémben és az első könyvemben szerelemember volt például. Aha.
Oké, vagy a szívszilánk. Vagy a szívszilánk. Munkacímként mondom. Persze. Tehát ezt úgy kell elképzelnem, mint a Queen filmet, vagy az Elton John filmet. Igen, még durvább. Igen, igen. Okay. Tehát valaki olyan bevállalós történt, amikor hogy éltem, hányan éltem, mit csináltam. Hányan éltél? Sokan voltunk. Sokan vagyunk. És még leszünk. Jól mondom, hogy csak ülhetsz. Megvan már kialakítja majd. Igen, mondjad. Nem? Mond. De is azt akartam. Ezt akartam, hogy az én fejemben már a stáblista forog. Tessék, látod? Hát, hogy ki lesz a Kozsó? Van már ötleted? Hát ez nem, ez már másik csapatot kell találnunk, aki ezt észreveszik, hogy kit kell találni, aki átjön a történetet, vagy jobban néz ki, vagy úgy néz ki, mint én mondjuk. Hát a Tincse nem csak viccelek. Hát a Tincs azért sokat segít abban, hogy lehessen. Azt hát az is vicc volt, amikor saját csapatokkal befikáztak ebben a történetben. Bocsát mondat, nem tudott mondani. Szóval ilyenekkel a Tincsel kapcsolatban, mert én azt tudod, hogy időben nagyon keményet eladtam a Tincsemet. Igen. És akár, igen, nagyon kemény volt, hogy 100 forintonként, 50 és 100 forintonként vették meg millióan darabokként, és utána elvittünk be érte egy kórházba egy olyan gépet, amely lélegeztetőgépet kaptak a egy fehér... Tehát, hogy a Tincsed ellen. Meg azt én most olvastam, hogy a Tincsed, bocsánat, igen. Hogy azt a Hajas Lacival együtt igen, találtátok ki. Nekem ez valahogy nem volt meg, csak hogy készültünk, ott volt egy ilyen fél mondat, hogy amúgy a Hajas Laci találtak mondjuk ki. Egyébként az igazán nehézség lenne, ha most itt az asztalnál kitalálnátok, hogy én növeszek Tincset. Hát mondják, hívjuk a Hajas Lacit, és majd valamit. Az egy nagyon szegényes árverés lenne. Tincs a minőség. Nyugodtan beszéltek, mert én sokat pofázok, úgyhogy beszéltek, kének, mi nem beszéltél volna. Ezer éve ismernek és imádnak. Hát olyan szeretett van ebben a nőben egyébként. Ez így van. Mondom, ahogy a kisfél beszél, ahogy a... Bocs, tehát le a kalappások. Hadd nézem az igazságot. Lehet, hogy akkor a Vandáról szól az igazság. Igen, Vandában sok a szeretet. Egyébként udvarolt nagyon régen, és olyan állhatatos pasas. Igen, mert 50 SMS-t is küld, amire nem kap választ, és ugyanolyan udvarias marad. Tehát Kozsó érdemeit, ezt tényleg el kellett mondjam. De neked udvarolt a Kozsó? Igen, de sosem válaszoltam neki. Ne jó, csak jó. Hát remélem, hogy jó, hogy jó csaj, de hogy... Minden SMS-e megvan, és soha nem méltattam válaszra, bocsáss meg, nem így ezután. El kellett jönni, látod, a palikék világában végre bocsátot kértem. De mi nem tetszett neked a Kozsóban? A Tincs? Látod, lemárható. Most azon gondolkozom, eljutok odáig, hogy itt is valahogy lesz egy Tincs. Nem. Inkább a mesztelen verziót szeretem. Tehát ide nem szeretnék eljutni egyébként. Ezt a végén kell megtudni a beszélgetésnek? Tomi, de, hát minket egyébként, ebből kihagy. Igen, egyébként de most annyi mindent szerettem volna veletek. Miért nem beszélgetünk olyan dolgokról, és annyi mindenről szerettem volna veletek. Na, például voltatok már a Balatonban, Magyarország, voltatok már a Balatonban? Igen, ez a világunk közepe. Ez a saját magunk tengere. Jól mondom? Igen. És a hack, ismered a hackeket? A tengeri hal. Országban hozzánk valók? Igen, és kajában, én mellettél hackeket. Az nincs a Balatonban, azt tudom. Nem, csak de kár. Nem csak meg feje is van igazából. Ehhez képest ugyanaz, mint a delfinek. Az édes delfinek a világ csodái. Azt hitték, hogy hülye vagyok, és be vagyok lőve, és kokóval a szem, és nem ez a típus vagyok. Csak egyszer olyan szeretettel érkeztem meg a hajnalban egy koncert után, amikor megérkeztem, akkor olyan emberekkel beszélgetnek, nagyon jó csapattal, olyan jó tudással kezdtek el beszélgetni, és én még csak arra poénkodtam, hogy hát itt vannak az én édes delfineim, mert egy héttel korábban benn voltam Floridában, és a házamtól 9 olyan kis család volt, hogy az anyuka, az apuka, a lányok, a fiai, a delfineknek, és így bennem maradt a lelkemben, de nagyon keményen. És csak lelkesen mondtam, itt vannak a Balatonnál. Azt hitték, hogy hülye vagyok, de nem, mert az emberek sose fogták fel az édes delfinek a világ csodái, mert egész Európában az egyetlen ország, egész Európában, hogy mellettünk meg tudjuk csinálni az édes delfin, egy olyan csodát, amelyben elmegyek most Dél-Amerikába, tehát Rióba, hogyha sikerül megszereznem, akkor az első családot meg szeretném megvásárolni, és el tudjuk hozzani Magyarországra a Balatonba. Az édes delfin, de nem a Balatonba, mint a Balatonba, hanem egy akváriumban úgy, ahol nem sós delfinek vannak, hanem a cukifejű, igazi tömpifejű kis édes delfinek. Olyan szeretet és tudás van bennük, hogy ott van a tüdél, akkor a saját tüdejük úgy vannak, és úgy, hogy működnek, mint te meg én. Olyan a lelkük, hogy több mindent látnak, mint az elefántok, meg a delfinek. Ugye nagyon kevés ember tudja, milyen család. Csak el akartam mondani, hogy és mellette fesztivált csinálunk, és az egész a városban... A Balaton mellé egy olyat, mint a tropikárium, Balaton mondjuk, delfin. Amiben édesvízi delfinek élnek. Nem a tóban, hanem egy akváriumban. Persze, azért, hogy az egész családot úgy tudjuk építeni, hogy utána vissza tudjuk hozni, mert ez Kínában is van, meg még másik Indiában is. Kínában egyébként 12 verzióban már csak egy pár darab van. Elmondom nektek, hogy azért nem érdemes ezt az egészet most szélesebbre vinni. Jó, ne. Mert a Kozsó az világvége. Tehát a csajozásról eljutottunk a Balatoni édesvízihez. Mert akartam veletek beszélni, mert olyan szépen beszéltetek, mert megnéztem, miket, meg kikkel beszéltetek, meg ahogy beszélgettetek.
zseniális. Ahogy amilyen tudással, hangnemben úgy beszéltetek, pont úgy, mint annak idén 1640-ben a franciák a Lajos Király együtt történetben, tessék! Tehát érte? Sosem hasonlítottak még bennünket. De most ezt komolyan mondtam. Na, most köszönöm. Na, jön az igazságot. Három éves korom óta készítek festményeket saját stílusban. A producer. Nem, vége. Kész. Ezt is megtudtuk. Imádtam, hogy eljöttél. Elvárunk a három gyerek után. Ne várjuk meg, hogy én telefonáljak. Semmi. Fölhívod a Vandát. Úgy is tudod a szigorúan számát. Szigorúan szakmailag, és annyit mondasz, hogy három. Legközelebbi alkalommal kötelező meg. Hát azért csak találkozunk korábban, úgyhogy ott találkozunk. Köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy itt jártál. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.